Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A példabeszédek könyve 8. fejezetéből idézett valaki egy bibliai szakaszt, egy verset, ami úgy szól, hogy az Úr az ő teremtői munkásságának a kezdetén szerzett engem. És az volt a kérdése, hogy egyes értelmezések szerint ez a bizonyos mondat, ez Isten fiára vonatkozik, tehát Jézus Krisztusra vonatkozik, és sokan vannak olyan keresztény emberek vagy is, és más valláshoz tartozó emberek is természetesen, akik nem hisznek Jézus Krisztus istenségében, és ezt a bizonyos szakaszt szokták egyebek mellett felhasználni arra, hogy alátámasszák azt a meggyőződésüket, vagy azt a gondolkodásmódjukat, hogy Jézus Krisztus Isten első teremtménye. Vele kezdte a teremtésnek a munkáját. És az illető alapvetően a héber szövegre nézve tett fel kérdéseket, de valójában én azt hiszem, hogy fogok utalni erre, de itt nem is annyira a szöveg, a szótári jelentése az, ami kulcsfontosságú, hanem az egész Biblia értelmezésünk és konkrétan ennek a szakasznak az értelmezése inkább az, amit kulcskérdés, ami számunkra. Amit meg kell értenünk, az a következő dolog, hogy az eredeti szöveg itt a példabeszédek könyve 8. fejezetében nem Jézusról és nem Isten fiáról szól, hanem a bölcsességről. És egy nagyon sajátos irodalmi formát követ a könyvnek a szerzője. Lényegében úgy kell elképzelnünk ezt a fejezetet, hogy a szerző megszemélyesíti a bölcsességet, és a bölcsesség mint egy monológ formájában beszél hozzánk emberekhez, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy mekkora értéket képvisel, és hogy igényeljük ezt a bizonyos értéket. Tehát a központi téma itt ebben a szakaszban a bölcsesség. Ez az egyik dolog. A második nagyon fontos dolog az, hogy bár a bölcsesség megszemélyesített formában jelenik meg ebben a szövegben, az Ószövetségben még nem ismerjük a Szent Háromságról szóló tanítást. A Bibliát nem úgy kell elképzelni, mint egy nagy alföldet, ahol minden egy síkban mozog, hanem sokkal inkább úgy, mint egy hegyoldalt, ahol Isten fokozatosan és egyre nyilvánvalóbban nyilatkoztatta ki magát az embernek. Hogy a zsidókhoz írott levél mondja, sok rendben, sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz az ő prófétái által, és az utolsó szót az ő fiában mondta ki, ami számunkra. Tehát, miről beszélünk itt az, hogy lényegében a kinyilatkoztatásnak a fejlődését figyelembe véve nem az Ószövetség pislákoló világosságával világosítjuk meg az Új Szövetséget, hanem fordítva az Új Szövetség fényénél olvassuk ezt a bizonyos szakaszt is. Hogy olvassam el azt a kritikus részt, amire a kérdés vonatkozott, és ami egy fordításban a következőképpen szól. Az Úr útja kezdetéül szerzett engem, munkái elején még akkor.
Öröktől fogva be vagyok állítva, a föld őskezdetétől fogva, hullám már nem volt, mikor születtem, források nem voltak, vízzel teljesek. A szövegben három kritikus szó van. Az első, amiről itt szó van, az a gondolat, hogy az Úr az ő útjának kezdetén szerzett engem. Na ez az a héber szó, amire rákérdezett az illető, a kana szó, ami több dolgot is jelent, vásárolni, megszerezni, vagy megteremteni. De van itt egy probléma, mielőtt erről a héber szóról beszélnénk. Ebben a szövegben a Jáve szól, azt mondja az Úr. Hát nem Isten, hanem az Úr. A Jáve szó szerepel, és a Jáve szót Jézus Krisztus önmagára vonatkoztatta. Azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tehát hogy teremthette Jézus Krisztus saját magát? Tehát ha elkezdünk okoskodni ebbe az irányba, akkor lényegében félrecsúszik a mi okoskodásunk. A második szó, hogy öröktől fogva van, és a harmadik szó pedig az, hogy születtem. Tehát ezek a szavak egyik sem illik a teremtmény gondolatához. Mi lehet tehát a megoldás? A megoldás nagyon egyszerű. Van egy olyan írásmagyarázati alapelv, amit tipológiának nevezünk, ami magyarul azt jelenti, hogy az Ószövetségben vannak előképek, amelyek az Új Szövetségben beteljesednek. A bárány, a megölt bárányra Jézus Krisztusra mutatott előre, és így tovább. Na most a bölcsesség, a megszemélyesített bölcsesség ebben a fejezetben nem Jézus Krisztus, hanem Jézus Krisztus előképe. Tehát mint egy előremutat Jézus Krisztus személyére. És a beteljesedés Jézus Krisztusban mindig több, mint maga a szimbólum volt. És ha az Új Szövetséget megnézzük, akkor az Új Szövetség valóban több olyan bibliai szöveget is említ, nem csak azt, hogy Jézus a vagyok, hanem azt is elmondja, hogy az emberfia cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Vagy a megfeszített Krisztus az elhívottaknak az Isten ereje és Isten bölcsessége. Vagy a teremtett, Krisztusban teremtetett minden mennyen és földön, minden általa is reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő általa lett. Tehát azt látjuk, hogy az Új Szövetség valóban azt mondja, hogy Jézus Krisztusban teljesedett az isteni bölcsesség. Ilyen értelemben Jézus Krisztus Isten bölcsességének teljes világosságában való kinyilatkoztatása volt, de ez nem azt jelenti, hogy az Ószövetség egyes homályosabb szakaszait kellene felhasználni arra, hogy Jézus Krisztusnak a nyilvánvaló kinyilatkoztatásait és kijelentéseit megkérdőjelezzük általa. Összefoglalva azt kell tehát itt mondanom, hogy akkor járunk el helyesen, ha nem a hajnali pirkadat szűrt fényénél akarjuk megvilágítani a delet, hanem fordítva a dél világosságánál tanulmányozzuk a hajnali szürkületnek a nem mindig pontosan érthető gondolatait. Ebben az esetben teljes világosságot kapunk erről a kérdésről.